A tegnapi videómban feldolgozott témának már is megérkezett a folytatása, vagy legalábbis pontosítása a Lucasfilm részéről. Az első fivér megnevezés a Tales of the Jedi-ban látott Inquisitor és az Ahsoka regényben feltűnő hatodik fivér közötti perpatvar kapcsán. Lilen Chi a Lucasfilm Story group ugyanis megerősítette, hogy a könyvbe egy félre kommunikáció miatt került az ismeretlen Inquisitorhoz az első fivér megnevezés. Valójában nem ő az első fivér, hanem az Ahsoka sorozatban látott Marok, aki korábban szintén nem rendelkezett számmal. Ezt ezt a starwars.com felületén lévő adatbázis is megerősítette, így innentől ezt tekintendő a Kánon adatnak. egyébként már nagyon régóta, még bőven a Disney átvételt megelőző időszakban a Lucasfilm alkalmazottja. Ő alkotta meg egyebek között a korábbi, szintes Kánon rendszert még a bővített univerzum idejében. Ha nem tudjátok, miről van szó, az infoboxban lévő videó után minden világos lesz. Minden esetre ez most gyakorlatilag visszatette a helyzetet abba az állapotba, amiben az enciklopédia megjelenése előtt voltunk. Nem tudni, hogy a Rigobácsi Inquisitor a hatodik fivére vagy sem, és annak a lehetősége is nyitva áll, hogy a jövőben úgy keverik a kártyákat, hogy az Ahsoka regény és a Tales of the Jedi eseményei két külön történetként legyen értelmezhető, illetve ott a még egyszerűbb megoldás a problémára, melyet magam is alkalmazom, a kontinuitás problémái miatt úgy tekinteni a Tales of sorozatok eseményeire, mint például a bizonyos szemszögből novellákra vagy a George Mann könyvek történeteire. A bennük foglalt események valószínűleg megtörténtek, de a mesélő megbízhatatlansága miatt nem biztos, hogy teljesen fedik a valóságot. Hogyha ez a teljes téma kimaradt számotokra, akkor pedig először nézzétek meg a tegnapi videómat, aztán térhetek ide vissza.